Jó estét, jó szurkolást! Megkezdődik az élő adás, aminek az égvilágon semmi köze nem lesz a focihoz. Azt leszámítva, különben nem lennék így felöltözve. Itt vagyok kint a teraszon egyébként, de bent már mennie kell a klímának. Itt még kis friss levegő van, itt még egész jó a kis levegő, de amikor az ember bent van, akkor annyira beszorul a meleg, meg fűtenek az ablakok, hogy muszáj mennie a klímának. Kipróbáltam, hogy hát ha a szellőztetés elég, de nem. Szóval, ma esti műsor, miről is fog szólni? A ruhámból ítélve éhes vagyok, és főzésről. Csak gondoltam, szokás szerint így indítok, hogy amíg megvárjuk, hogy összegyűjünk, addig egy kicsit a háttér vonza a követő rajongókat. De már itt is kezd sötétedni, látjátok? 21:30 van. Szerencsés módon az órámat megint valahol elhagytam. Nem tudom, hova tettem, de mindegy, jövök be, és akkor kezdjük a műsort. Azért írtam így ki a címet, hogy Spanyolország főzésbeszélgetés, mert rájöttem, hogy egy csomóan vannak olyanok, akik nem ismerik még az oldalt, nem ismerik még a műsort, és azoknak fogalmuk sincs arról, hogy ez Spanyolországban zajlik. Tehát az is elképzelhető, hogy mondjuk én itt nagyban beszélek, meg ezt-azt csinálok, és ugye kapcsoljunk egy villanyt, és ugye a háttérből, meg ebből-abból nem derül ki, hogy hol is vagyok. És gondoltam, hát így lehet újabb követő rajongókat szerezni. Megtaláltam az órámat. Ezt csak azért teszem fel, hogy tudjam, hogy mennyi idő telik már el. Na kérem, szenzációs történetem van a mai főzéshez, és ezt el is fogom mondani, csak előbb megvárjuk, hogy rendesen összegyűjünk. Most direkt ilyen késő esti főzés van. Kicsit a gimbalt be kell állítanom, mert eltörtem a lábát. A gimbal lábának annyi. Majd megmutatom azt is. Ja, hogy mivel kezdünk? Ezt nézzétek meg, hogy mit vettem. Igen, itt ilyen az oldala. A büdös életben nem lehet olyan oldalast kapni, ami hús is van, tehát ez általában csak csont, úgyhogy nem lehet olyan oldalast csinálni, mint amit otthon szoktunk, hogy ilyen azért van rajta. Tehát először is egy kis nagyon rövid az oldalas, és hát azért itt a vége felé már van, de olyan sok még sincs. Úgyhogy ebből barbecue-s oldalas lesz, csak meg akartam nektek mutatni, de már megy is a fagyasztóba, mert ez nem most lesz. Ez nem ma lesz, tehát ez nem a mai főzés, és nem is egy hamar. Ma egyébként, hát 21:35 van, csak azért, hogy tudjátok mérni azt, hogy itt még világos, nem tudom, hogy otthon világos van-e. Imréné Malom Soki. Itt még nincs Angliában. Károly német. Szép estét, gyönyörű hely, nem keresnek ott mester cukrászt. Ez a másik ötletem. Ha nem éttermet veszek, akkor egy nyomorult cukrászdát, mert itt semmit nem lehet kapni. Itt a maximum, tudjátok ezt, hogy csinálnak ilyen sajtortát. Tehát itt tudnak piskoltatésztát, és akkor egy kis valami trutymót rátesznek ennyit. Tehát itt nincs cukrász művészet. Ide kéne csinálni egy jó kis bécsi cukrászdát le a tengerpartra. Hát más kérdés, hogy vajon miért nincs? Valószínűleg azért, mert ugye 40 fokban nem áll el a dolog. De hát ez hülyeség, baromság. Itt 30 fok van, és azt hallottam, hogy most otthon Magyarországon meg 40. Ha Magyarországon működnek a süteményesek, meg minden más, akkor itt is működne. Így van. Csináljunk egy cukrászdát, jöjjetsz hozzám dolgozni. Na, képzeljétek el, hogy kezdődött az egész történet. Hát én itt fekszek nagy szerencsétlenségembe. Ja, előtte még mutatni akartam valamit. Lesz egy feladatotok, amíg én főzök. Ez most érkezett. De persze visszafelé van. Eventronic. Most nem számít, hogy mi van ideírva, de megmutatom, mi van belül, és nektek ki kell találni, hogy mi ez. Oké, játék. Mert hogy csak van egy ilyen papír, ami kiesik, meg amúgy is ez elárulná, hogy mi ez, na. Tehát aki tudja, hogy úgy nagyjából úgy képbe van, az már így ennyiből tudja, hogy ez mi. Tehát mit gondoltok, hogy ez milyen készlet? Jó, ez lesz a feladat, aki rájön arra, hogy ez milyen készlet, az majd írja be. És kap egy piros pontot. Felírom neki. Ilona madarasi verébné, szép estét, Hajdús Ámsonban, sötét van már. Hát lehet, hogy Pesten még világos, mert az ugye nyugatabbra van. Jaj, ma őrült napot tartunk. Baratva. Állj, nagyon fontos. Aki most nézi a műsort, nézzen fel a bal felső sarokba, vagy nem tudom, hogy nektek melyik felső sarok. Ha oda van írva, hogy live, akkor kommenteljétek be, hogy mi ez. De ha 6 hónap múlva nézitek újra ezt a műsort, és nincs ott, hogy live, akkor már nem kell bekommentelni, hogy mi ez.
mert addigra már régen megfejtettem mindenki. Tehát ez ilyen visszatérő hiba, hogy ilyen 6 hónappal ezelőtti posztokon is látom azt, hogy jó a mikrofon, és most írja be, hogy jó, nem baj, semmi baj. Tehát ezt most nem gúnyolódásból mondom, csak így. Tehát a mai sztori, képzeljétek el, hogy miért fogok főzni. De közben csinálom is. Közben csinálom, mert amúgy haladni kell. Tehát közben elmondom a sztorit. Csak hagymát kell pucolnom közben. És majd kiderül, hogy mit főzünk. Szerintem a hagymapucolásból valószínűleg úgy nagyon mellé nem tudtok nyúlni. Ja, és még valami. Valókészlet, szerelőkészlet. Na hát a szerelőkészlet milyen szerelőkészlet? Hát ez így nem ilyen egyszerű. Páfi Zsuzsa Laura, szép estét, jövök, dolgoztam annól a szegedi virágcukrászdában. Nem, abszem, abban még nem jártam. Gyulán voltam a 100 éves cukrászdában, milyen nagyon híres valami. Meg a Zserbóba Pesten. Azt hiszem, ennyi a híres cukrászda élményem. Persze nagyon sok cukrászdában jártam már, de csak ez a kettő a híres szerintem. Bodó Zsolt! Azt hiszem, te voltál az első. Valaki hajvágó készletet írt. Hát nem gondoltam, hogy ilyen hamar meg fogjátok fejteni. Bodó Zsolt a nyertes. Óra szerelőkészlet, kérlek szépen, alásan. Az órámról lebukhattam volna, vagy lebuktathattam volna a dolgot. Ugye erről lehet felismerni, ugyanis ennek a két kis beállított nyavajájába kell tenni azt, ami az órának a hátuljába így beakad, és el tudja forgatni. Ezzel meg ugye lepattintják, ezzel a kettővel pedig ezeket a kis tüskéket lehet kivenni a láncból, tehát rövidíteni vagy nagyobbítani lehet a láncon. És hogy miért vettem ilyet? Mert még nincs. És a múltkor el kellett mennem az óráshoz, hogy kicserélje az órámba az elemet. Most már nem kell. Most már az összes órámba tudok majd elemet cserélni. Mit szóltok ehhez? Nem tudom visszacsomagolni. Szóval most ilyen éjszakai főzést tartunk, mert nálam ez teljesen normális egyébként, hogy még ilyenkor kezdem el megfőzni a kaját, amit majd aztán éjfélkor eszek meg. Nem is csoda, hogy ma már 97,2 kiló voltam. Tehát 0,5 kilóval több vagyok, mint múlt héten voltam. Na mondom azt, hogy most, hogy kitaláltátok, már nem kell többet írni, hogy ez mi. Zsolt kitalálta, gratulálok. A nyereményed egy fej hagyma lesz. Csak vicceltem. Elektronikai készlet, nem? Mondom a sztorit, csak előbb a hagymavágással kapcsolatban nagyon sokan figyelmeztettek már arra, hogy hogy kell. És akkor volt olyan, aki azt mondta, egy kis kanálvizet tartsak a számba. Párolja meg előtte, mossam meg előtte, a kés sem mindegy. Jobb módszert tudok. Na, ez meg nem jön rám. Ebből is látszik, hogy ez nem rajtam volt utoljára. Kinek van ilyen kicsi feje? Nem találtam. Kicsit nyom az orromnál. Nem biztos, hogy jól tudok beszélni így. De azt hiszem hermetikusan zár. Igen. Így jó lesz. És feltesszük a sépsapkát. Erzsébet Demeter, aranyórád van-e? Van, csak nem szoktam hordani. Fú, ha kezdek párásodni, úgyhogy gyorsan kezdem el vágni a hagymát. Tehát mondom a történetet, kicsit ilyen fejhangon. Kicsit, lehet, hogy rá is játszom. Faégető készlet, azt a mindenit, ilyet én még nem hallottam. Mi az a faégető készlet? Bár látjátok, egy kicsit csúsztatok, mert gyerekkoromban volt olyanom. Tehát csináltam ilyen intarziát így fába, vagy mit tudom, milyen fene. De hagyjuk mellé beszélést. Úristen, én nem látok. Teljesen bepárásodtam. Ti láttok engem még? De az Istenbe lehet. Fú, várjatok már. Lehet, hogy ezt... Nem vagyok egy jó búvár, de lehet, hogy ezt be kellett volna vizezni előtte. Várjatok. Bevizezem. Hát nem tudom, hogy mit segít, de ennyi vacakolásra már nekem meg is pucoltam volna, hogy mert... Aha, na most látok. Képzeljétek, amikor kitaláltam ezt a hülyeséget, amit most néztek, ezt kezdjétek betörök, abban is volt ilyen?
Akkor még az is gondolkoztam, hogy ilyen pipát is hozok hozzá. Csak aztán nem tudtam volna beszélni. Szóval a sztori, képzeljétek el, hogy van egy kedves, hát otthoni ismerősöm, akinek néha így feldobja a Facebook oldalát nekem, és szinte kivétel nélkül mindig főzéssel kapcsolatban, és én így fetrengek mindig attól, hogy úristen, már megint mit főz, már megint mit csinál. És ezt a műsort most neki dedikálom. Sajnálom egyébként, most nem tudom, nem megmerném mondani a nevét, megmerem. Hódos Karcsi. Karcsi, ez a műsor most neked szól. Ha nézed a műsort, akkor neked szól. Szoktam nézni, amiket főzöl. Nem tudom, hogy mi van most otthon, hogy lehet engem ismerni így külföldön, vagy én már ilyen nyugati vagyok, akkor az... Na jó, nem viccelek. Szóval a lényeg az, hogy itt fetrengek, nagy unalmam van a kanapén, nem tudom eldönteni, már megint bepárásodott, nem látok semmit, nem tudom eldönteni, hogy mit kéne enni, csak egyszer csak feldobja a posztot, megint a Karcsi posztját. Fú, mondom, te jó Isten, csirkepaprikás. Közben mutatom, hogy kell a hagymát felvágni. Csirkepaprikás, és én azt mondtam, hogy te jó Isten, nekem is kell ilyen. Felhívtam anyut azonnal. Mondom neki, te figyelj már, látod, hogy Karcsi mit posztolt megint? Hát nézem, mert csirkepaprikás teszik, nekem is kell. Mi várjunk csak, és akkor elkezdtem mondani neki, hogy van itthon comb, az jó lesz, fagyasztóból kiveszem, mert ugye már régóta le van fagyasztó. Most csodálkoztak igaz, hogy miért ilyen kockára vágom, de majd mindjárt kiderül. És nekem van egy ilyen gépem ehhez. Így néz ki a gép. A géperejű berendezés, amiben van egy ilyen vágónyavaja, egyszerűen csak így beletesszük, így. Szóval hívom anyut, mondom neki, hogy hát akkor nézzük csak, mi kell hozzá. Hát igen, igen, és akkor minden van itthon, csak kenyér nincs. Leszaladok akkor a boltba kenyérért. Na, képzeljétek el, hogy addig vacakoltam, ugye még sikerült eldöntetem, hogy mi a csodával menjek. Na, nézzétek, akkor ez így működik. Tehát ez most így benne van, és akkor csak így meg kell húzni. És már is fel van aprítva a hagyma. Tökéletes. Na most, ha én itt megfulladok, én ezt akkor is leveszem, mert semmit nem látok ettől a nyomorultól. Tehát csak szólok. Csak szólok, hogy nem vált be. Nem vált be a módszer. Ha volt ilyen az eszkesetek betörőkbe, akkor nem vált be a módszer. Jézusom, hogy lehet így hagymát vágni? Na, lemegyek a boltba, nagy nézem, végül kitaláltam, hogy motorral fogok lemenni, ott vagyok a boltban, és akkor így megláttam rögtön dinnyét. Aj, nem tudom, vegyek dinnyét, ne vegyek dinnyét. Görög dinnyét. Annyira nem nézett ki, úgyhogy végül nem vettem, és akkor ott szerencsétlenkeztem a gyümölcsös pult előtt, hogy mit vegyek, végül banánt vettem. Meg... mutatom. Nagyon jó találmány. Ezt is anyu hozta egyébként. Ő találta valami katalógusban. És ahogy tényfergek ott a sorok között, esküszöm elfelejtettem, hogy miért mentem le egyáltalán a boltban? Mi kell ehhez a nyomorult paprikás csirkéhez még? Felhívom anyut onnan a boltból, a bolt közepéről, felhívom. Te, miért jöttem én ide? És azt mondja, kenyérér. Hát, emlékeztek, volt mindig a Benny Hill Show-ba az a kopasz, és mindig így... Így mindig ütögették a fejét a kis kopasznak. Benny Hill mindig ütögette a fejét. Jó, megvan, mondom, kenyérért. És akkor azt mondja, hogy te figyelj csak, amúgy én megnéztem Karcsinak, Hódos Karcsi, ha nézed, neked szól ez a műsor. A te inspirálásodra kezdtem bele, nem a műsorban, nem ebbe, no, már nem látok. És azt mondja nekem, anyu, egyébként tudjak róla, hogy az a csirke paprikás, amit Karcsi felrakott, az körömpörkölt. Ennyire tudom felismerni a kajákat.
És én akkor ott eldöntöttem, a boltban ácsorogva, hogy engem most már nem érdekel, hogyha az a jóisten elemózsiás táskája is, én most már csirkepaprikást fogok enni, de ugye csak tudjátok róla, hogy így indult a műsor, hogy én egy körömpörköltet néztem csirkepaprikásnak. Mondjuk gyanús is volt, hogy krumplivel van, mert ugye általában a csirkepaprikást azt mindenhol, nálunk is mindenhol nakedlival szoktuk. És akkor ez gyanús volt, hogy ez krumplival van. De mondtam, ú, de jó, még meg is néztem, mondtam anyunak, de jó, figyelj csak, még krumpli is van itthon, ugye? Még azt te vetted. Tudja valaki, mi kommentel? Anyu, azóta itt van a krumpli. És aztán így nem jött össze. Kiderült, hogy ez egy... Nem látok. Kiderült, hogy ez egy körömpörkölt. De nem baj, küldöm az otthoniaknak fénypostával, hogy én csirkepaprikást csinálok. Ja, és egyébként amikor lementem, mert ugye természetesen itt tejfölt nem lehet kapni, úgyhogy a német boltba, miután ebbe a boltba végeztem a kenyérrel, el kellett még mennem csak tejfölért a német boltba, nem Aldiba, hanem mindegy, egy másik bolt. És mondom, ha már úgyis lejövök, hát így több gondán jár ez a, mintha csak simán felvágnám, nem? Azért ő egyébként valaki kérdezte, hogy miért nem tudom ezt rendesen felvágni, mert egészen ilyen leveses lesz. Tehát ez nagyon-nagyon szépen meg fog majd szaftot fog ereszteni. Azért akarom sok hagymával csinálni, mert nagyon sok szaftot akarok. Most ha már egy... Tudom, hogy nem kéne... nem látok semmit. Szóval lementem akkor már, miután a tejföl, az a német bolt, ez sokkal lejjebb van ugye a part felé, onnan már tényleg csak egy körforgalomnyi, lementem a part és körbe kocsikáztam. Kíváncsi voltam, ugye Gabi írta a múltkor a magyarok és spanyolok csoportba, hogy ő már megnézte Alicantéba, és ott még egyen ketten még azért mindig maszkban járnak. Tehát kíváncsi voltam, hogy most, hogy szombaton eltörölték a maszkhasználatot, hogy mennyire élez itt nálunk, mert én azóta nem voltam kint. Tehát pénteken voltam utoljára kint, talán piacon. És feltűnt, hogy igen, nincs senki maszk, még annyira sem, mint ahogy kéne. Tehát ugye elvileg a maszk használat az úgy néz ki, hogy ahol nem lehet tartani a másfél méteres távolságot, ott kéne, hogy legyen maszk, de hát erre mindenki magasról. És megálltam egy partmenti bisztrónál, és hallottam, hogy Viva España, Viva España. Hú, de jó, mondom, jó Isten, mi történt? És akkor jutott eszembe, hogy még elindulásom előtt valami, talán Horvátország, Spanyolország volt, és még rögtem is rajta, mert a hírekbe olvastam, hogy az első gólt a horvátok úgy rúgták, hogy valójában a spanyolok rúgták. Tehát, hogy egy baszinagy öngól volt. És akkor én ebből feltételeztem, hogy nyertek a spanyolok, és mikor hazajöttem, megnéztem, mi az, hogy nyertek. Úristen, 8 gól, 5-3, ki az, aki nézte, mit szóltok ehhez? Gondoltam rá, hogyha, ugye ez mondjuk azért eléggé várató volt, hogy Spanyolország tovább fog jutni, de gondoltam rá, hogyha véletlenül úgy adódik, hogy itt ugye kupadöntőre kerül a sor, akkor én azt kénytelen leszek élőben közvetíteni itt valamelyik bárból, most már nem látok semmit, valamelyik bárból, és akkor annak olyan népünnepi hangulata lesz, hogy hát azon megfogtok majd lepődni. Jaj, most már muszáj vagyok kezet, arcot, fejet, lábat, mindent mosni, mert egyszerűen nem látok ettől a nyavajától. Jó, lehet ilyenkor most megmosni az arcomat is? Oh. Aj, úristen! Ez a magyar konyha, te jó Isten! Szóval óriási Viva España volt, és amikor hazajöttem, akkor így kiderült, hogy hát ez volt az oka. És akkor most jöhet egy kis paprika. Annak ellenére, ami ennek kinéz, ez édes csemeg a paprika, tehát egyáltalán nem csípős.
Nem olyan, mint az otthoni. Ez egy sima, egyszerű paprika. Talán ennyi elég lesz, nem akarok túl sokat tenni. És teszünk bele még egy paradicsomot, és nem húzom le a helyet, mert nem szeretem az ilyen művi dolgokat, mint hogy paradicsomról helyet lehúzni. Megeszem héjastól. Na kérem, megvan minden összetevő hozzá. Majd, amikor kész van, egy kis petrezselymet is vettem, ugye ez nem túl gyakori errefelé. Nem is tudom, mennyire fogom használni. De díszítésnek jó lesz. És megvan természetesen a tejföl is a német boltból. Na, akkor felrakjuk. Megvan a két fontos összetevő, a hagyma és a paprika paradicsom. Hogy aztán ebből tudok-e majd enni? Az már ugye más kérdés lesz. Ja, és kell még zsír. Mindent kiraktam, csak a zsírt nem. Ajaj. Igen, jó lenne tudni, hogy az hol van. Én tudom, csak nagyon el van dugva. Megvan. Jó kis disznózsír. Szóval fantasztikus volt ez a... Még nem volt akkora nagy őrült hangulat egyébként, csak hogy lássátok, hogy hogy csinálom. Ebbe lesz majd a tészta, mert én nem nokedővel fogom csinálni, hanem tésztával. Őrült hangulat volt ebbe a bárba tényleg. És képzeljétek el, hogy még a pincércsajokon is, mit tudom én, ilyen spanyol szombréró volt, meg ők is kameráztak mindent, hát gondolom, hogy volt egy kis élő közvetítés is. Én nem tudom, hogy az 5 gól alatt mekkora üvöltés lehetett, de ugye ez Marajda központjában egy egész komoly hely. Nem, ennyi zsír elég? Mit gondoltok? Nem sok. Nem sok, de cserébe azonnal elolvad. És azt hiszem, leveszem. Ez mindig el szoktam rontani az elején, hogy én ilyen őrült nagy lángom. Olyan, még egy kis zsírt tegyünk bele. Még egy kis zsírt, még egy kis zsírt. És leöntöm a vizet, de amúgy itt van a combok. Csak combból lesz. Mutatom. Egész szép áru. Az állat is mondhatom, a csirke nem drága, itt 3,94 kilója. Ez 3,66 volt. Tehát mit tudom én mennyi, kb. Jön 1100. A kábelra vigyázz! Milyen kábelra? Mindig beleakadok? Tegyél bele még fokhagymát is. Tényleg kell bele fokhagyma is? Várjatok már, azt hiszem van fokhagyma is. Ja, igen, de jó, a kenyeret meg oda csuktam. Fokhagyma. Most már nem megyek vissza, van itt egy kis kés. Ennyi fokhagymát tegyek bele, mit javasoltok? Van most amúgy meccs? Van, aki engem néz, vagy mindenki a meccset nézi? Nem tudom, hogy mennek ezek a meccsek utána következőleg. Amúgy a fokhagymát is fel kell darabolni. Vagy így egészbe dobjam be, így egy gerezbe? A csibe paprikásba én nem teszek fokhagymát. Ajjaj, kezdődik a vita. Na várjatok, mert ez már közben elolvadt. Új, és nagyon pattog. Miért pattog ez? Ajjajjaj, szerintem azért, mert
Egy kis víz került bele. Leégette a karomat. Három gerezdet? Anyu megírta, hogy nem kell bele fokhagyma. Figyelj, csak egyet már megpucoltam, azt már beleteszem. Például tegyem. Két gerezdet, három, négy gerezdet. Na mindegy, mindegy. Már megvan a végső szó, feleslegesen írjátok be. Anyu azt mondta, hogy nem kell, nem lesz benne fokhagyma. De mondjuk ezt már megpucoltam, bele tegyem. Anyu. Szétnyomva. Van ilyen paprika, vagy ilyen, van ilyen zúzom. Van ilyen zúzom. Mindegy, most már nem teszünk bele fokhagymát, de én most már teszek, mert már megpucoltam egyet. Csak a kérdés az, hogy mi az Istenért csapódik ekkorákat ez a zsír. Tudjátok, mintha gyorsan beleteszem a hagymát, akkor szerintem az... Fú! Ez így... Kár, pont nem volt oda irányítva a kamera. De ugye az egész így... Na most abba hagyta végre ezt a hülye csapkodást. Előre szólok mindenkinek, a most csatlakozóknak szólok, sziasztok, a most csatlakozóknak, sziasztok. Ez itt Spanyolország, és a ruhám ellenére én nem vagyok séf. Tehát ez egy ilyen aglegény főzés, ez egy show műsor. Várjátok. Az a jó ebbe a dologba, hogy most megint mosatlanítok. Mosogatógépet megint telepakolhatom. Viszont ennyi rengeteg hagymához meg, ez egyből felszívta ezt a zsírt. Hát még tennem kell bele zsírt, nézzétek meg. Nem tudok mit csinálni. Felvesszük hetesre. Jó van. Jók vagyunk. Eddig jók vagyunk. Nem tudom, mikor kell beletenni a paradicsomot? Na, mondjátok. Nagyon egészséges, ha teszel minden ételbe. Sándor Nékac, a fokhagymára gondoltál? Közben olvasom a kommenteket, most más dolgom nincs. Semmi baj nem lesz a fokhagymától, ugye? Tudni, Borsodi Katalin, azért fröcsög a zsír, mert magas hőfokon van. Nem, direkt levettem, látod, 6-osra vagy 7-esre. Szerintem azért, mert egy kicsit elmostam a lábost előtte, és akkor víz maradt benne. Vízes a zsír vagy az edény. Ugye, Zsuzsa Kránic, tessék, ugye? Megmondtam, már én is kitaláltam magamtól. Tünde nagy, érdemes levenni a hőfokot a zsír alatt, teljesen, akkor nem csap szét. De mondom, szerintem az a víz miatt volt, tehát akkor tök mindegy, hogy mennyi idő múlva csapott volna szét. Csáki Leventénél nem kell a csirke paprikásba fokhagyma. Te jó Isten, én most olyan lavinát indítottam ezzel, mint az, hogy beolcsuk magunkat, vagy ne? Orbán vagy Gyurcsány? Úgy látom, kb. Annyian esnek egymásnak, teljesen feleslegesen. Na, kezdesen. Valaki azt írja már be, hogy akkor most beletegyem egyből a paprikát is, most rögtön, vagy egy kicsit még pároljam. Szorja bele sót. Most tegyek bele sót. Gyöngyi Barabásnél a fokhagyma mindenben jó és egészséges. Igen, amúgy már Nostradamus is. Tudtátok, ugye Nostradamus alapvetően most... Most hát főzök közben, mondhatok sztorikat. Ugye mindenki tudja, hogy Nostradamus ezekről a négy soros verseiről volt híres, amikben különböző jóslatokat tett, de talán kevesen tudjátok, hogy ő orvos is volt egyébként. Tehát már amennyire a középkorban orvosnak lehet nevezni magának valakit. Kísérleti módszerekkel dolgozott, ugye a pestis járvány során sikeresen gyógykezelte a betegeket, és ő nem fertőződött meg. Egy bőrből vart maszk volt rajta, aminek egy nagyon hosszú ilyen orra volt, ilyen gácsér orra, így. Mint egy ormány, és ezt telerakta fokhagymával. És valószínűleg ezért nem fertőződött meg. Lehet, hogy valami antibiotikumos, vagy nem tudom én, milyen
ölő hatása van a fokhagymának. Szóval már Nostradamus óta is tudjuk, hogy a fokhagyma az jó. Gyöngyi Barabásné. Na, párold a hagymát és a paprikát fedő alatt. Ha félig oké, rá a fokhagymát, majd a paradicsomot. Akkor a paprikát már is bele kell tenni? Milyen jó ötlet volt, hogy egy dobozba tettem őket. Most válogathatom külön. Ja, hogy lássatok is valamit. Tehát most kiszedegetem a paprikát a paradicsom alól. Így, és valaki azt mondta, hogy amúgy fedő alatt kéne párolni ezt az egészet. Az a baj, hogy én ilyen spórolós vagyok, nem akartam két edényt elmosatlanítani, gondoltam, én így beleborítom ezt az egészet, de a közelebb, ha tudom, akkor külön katonázom a paprikát. Ki szeretne enni a csirke paprikásból? Én főzöm. Ha még időben elindultak, akkor még lehet, hogy van olyan, aki ide ér. Akkor jaj, erre jutott eszembe. Óriási bejelentés. Óriási bejelentés, lehet, hogy ezért is kapok majd. Úgy, mint a Ódos Karcsi sztoriért. Holnap rendkívüli műsor. Mehetok valaki? Anyu üzent, hogy tegyed. Most már mindegy, mert beletettem, de azért jó, hogy utólag megengedted. Tettem bele fokhagymát. Ki akar jönni csirke paprikást enni? Anikó Györfi, csak a paprikát tedd bele, később a paradicsomot. Így csináltam. Szenzációs. Na, Tótni Bosodi Katalin, olyan sokat írtál, hogy ennyit nem... Most figyelj, ha kihagytad volna ezt a 12 millió smiley-t, amit beletettél, akkor szöveget is látnál. Mert a Facebook csak nekem három sort enged kiírni. Egy lecsós alapot kell készíteni, és utána a combi, a piros paprika, és a só, és bors, egy kevés víz, és... Jó, egyébként tényleg, várjatok már, lehet, hogy az a jó, ha most megsózom a csirkéket így. És akkor egy kicsit addig így beissza. Így. Így. Ez jó ötlet volt. Milyen jó ötleteitek vannak, ezt már sok előbb meg kellett volna tennem. És akkor meg is borsozom. Én úgy döntöttem, hogy meg is tekerek is rá most egy kis borsot, mármint a csirkére addig. Megnézitek? Hogy hogy kerül a csirkére bors? Szerintem jó. Jó borsosan szeretem. A hagyma közben párolódik. Na nézzük, írja tovább. Sóbors, egy kevés víz, és hadd ragyogjon a hadd az 2D. Most már ezentúl helyesírás ellenőrző funkcióként is működik, mert már nem bírom tovább ezt a sok elírást. Mikor lemátszik a combból a húsi, mehet a habarás. Ajjajjajjajjaj. Júj, habarást is kell csinálni? Elkezdett kifutni. Valami nagyon fut kifelé a fedő alól. Kicsit lejjebb eszem még. Nem csinálhatnak eddig, mert olyan béna vagyok. Tészta lesz hozzá. Ilyen kagyló tészta. Szóval a sztori, képzeljétek el, ugye tudtok a mykológiáról, mykológia.com, probléma megoldás. Aki szeretne konzultációval megkeresni, az mehet az oldalra, mykológia.com. Ugye volt már Nikivel egy interjú, egy élőadás, ő szeretne kiköltözni Spanyolországba, mint emlékeztek, Németországból, és ugye folyamatban van, hát az, hogy ő ezt hogy tudja intézni, szoktunk beszélgetni. Viszont van egy másik ügyfél, aki szintén szeretne kiköltözni, vele is volt beszélgetésünk, és holnap érkezik. Ő lesz az első mykológia ügyfél, a párjával érkezik, ketten jönnek, és hát megbeszéltünk egy találkozót, egy kis beszélgetést. De a dolog lényege az, hogy hoznak nekem valamit. Ami miatt egyébként is találkoznék, nekem az kell. Úgyhogy már én bejelentettem, hogy hát mit szólnának hozzá, hogyha esetleg a műsorban is szerepelnének, aminek természetesen határozott lelkesedéssel álltak, vagy nem. Majd meglátjuk,
élőműsor lesz szerintem, hanem felvételről egy kis beszélgetés, és akkor megismerhetitek a terveiket. Ők itt hát valamiféle üzletbe szeretnének kezdeni, de természetesen ezt nem árulom el addig, amíg ők el nem akarják árulni. Csak röviden belengetem, bejelentem, előzetesként bedobom a köztudatba, hogy holnap érkezik az első mikológia ügyfél, hogy egy kicsit körülnézzen itt Spanyolországba, és a tettek mezeire lépve már lássa, hogy egyáltalán ez ilyen felderítő utazás. Tehát ahogy én javasolni szoktam ilyen esetben mindenkinek, egy pár napra el kell jönni, körül kell nézni, hogy egyáltalán tudja az ember, hogy szeretné ezt. És természetesen egy kis üzleti felderítés lesz, elviszem őket, egy kicsit mondtam, hogy menjünk el egy-két helyre, körülnézünk, megmutatok egy-két dolgot, és lehet, hogy menet közben forogni fog a kamera, és ti erről láttok majd egy összevágott videót. Mit szóltok hozzá? Jó ötlet vagy nem? Vagy ne csináljam? Most megszavazhatjátok. Nem csak az ő véleményüket kell kikérnem, hanem a tiédeket is. Csináljuk, vagy ne csináljuk. Miért kellene habarás? Bodó Zsolt, szerintem kutyust visznek. Nem, hát repülővel jönnek, repülőn nem hozhatnak kutyát. De amúgy jó lenne, ugye? Kis kutya nekem. A csirkepaprikás nem kell habarni. De igen, nem kell habarás. De azért is lesz. A csirke combot szurkáld meg. Miért? Mozog? Pislogtam kétszer, de nem mozdult meg. Nem kell leszúrni. Szerintem már halott. Na, nézzük. Szerintem a hagyma egész jól megpárolódott. Meg talán egy kicsit a paprika is. És akkor most kéne egy kicsit úgy aranybarnásítani? Tudom, hogy kíváncsiak vagytok rá, úgyhogy átkapcsolok és megnézzük. Én azt hiszem, hogy egész jó áll. Várjátok, villanyt kapcsolunk itt is így. Na milyen? Egész jó állagú, nem? Elvileg ennek most jó sok szaftja lesz. Tegyem már bele a paradicsomot, vagy még várjunk egy kicsit vele? Gyöngyi Barabásné. Úristen, már rég kizártalak volna a konyhából. De nem tudsz. Én vagyok élőben, nem te. Én zállak ki az oldalról. Szokták így mondani, hogy néha vannak, akik félnek tőlem. Ez, amit most csináltam, ez volt a hókuszpók rögésem. Tehát ez a... Mert ők a törpikék, hogy van? Törpapa, hamit réfi, törpilla, nézé, törpapa és törpilla. Mert ők a kicsikék, a törpikék, a hupikék, valami ilyesmi. Lehet, hogy innom kéne. Álljatok! Egy fél szájderem megvan még, de valami keményebbet kéne innom, mert ezt a főzést nem lehet bírni máshogy. Ja igen, tehát ezt ugye szoktam mutatni mindig, hogy hogyan győződjünk meg arról, hogy van egy szájder a hűtőben. És ott van a szájder a hűtőben. Így eltűnik, így visszajön. Itt, ha imádok játszani a hűtővel. Na mindegy, szóval van egy kis szájderem. Nagyon kicsi van az alján. Szalud! Almás. Hello, Good Cider Company. Köszi a cidert. Muchas gracias por cider. De két kocs volt tényleg. Az ebédből maradt. Duli-fuli okoska! Igen, így van! Jó, valaki azt hitt, hogy odaég. Annyit beszélek, hogy mindig minden odaég nálam. Én azt hiszem, hogy ez már eléggé meg van párolódva ahhoz, hogy tegyek még bele zsírt. Szerintem beleteszem a paradicsomot, mit szóltok hozzá? Ha a hígra sikerül, most akarom kérdezni, szívtál valamit, megálltott a hagymányodat, Barnai Éva. Nem szívtam semmit, de melegen ajánlom a szájdert főzéshez.
Most mondanám azt, milyen jó lenne, hogyha szponzorálna a Cider Company, de igen, szponzoráltak, mert küldtek egy egész dobozzal. Ja, nem mutattam még, ugye? Mellettük már még a végén nem hiszitek el nekem. Látjátok? Ott a doboz. Ugye itt a többi, amit már megkóstoltunk, és hát az volt a lejárt. De lehet, hogy limoncello fog következni. Jöjjön egy kis laget limoncello? Mit szóltok hozzá? A paprikás csirke előtt? Ez ilyen kombinált. Még egyszer mondom a most csatlakozóknak, hogy ez Spanyolország, helyileg Spanyolországban vagyunk. És a paprikás csirke az itt különlegességnek számít, tehát nyugodtan lehet hozzá limoncellót inni, mert az meg igaz, hogy az olasz, de sose szoktam üvegből inni. De most ez ilyen férfias macsó, érted, mi van, beszóltál? Most ha valaki becsatlakozik és most kezdi el nézni, az elején kellett volna csinálnom, mert mikor kaját mutatok, akkor mindig akkor mondták azt, hogy jaj, ez olyan búzis, mi van itt, egy szösz. Úristen, nem szabad lesöpölnöm a szöszt. Jó, öreg. Te mondd, hogy bankrablás a te hangod mélyebb. Ez miből van? Szóval egy üvegből iszom a sört, és ilyen süket dumát nyomatok hozzá, meg foci, bazdmeg, láttad a meccset, öreg, ötöt rúgtak, hármat bevágtak neki, ötöt visszaért. Hát akkor ez így egész férfias. Lehet, hogy az a baj, hogy nem csináltam eddig ilyeneket. Azért nem jelentkezett még hat ilyen, hogy szoktátok mondani, ilyen aranyású szőkecsaj. Nagyon puha a hagyma. Most ráteszem a paradicsomot, mert én már érzem, hogy ez a hagyma egész puha. És akkor most teszünk rá egy kis sót is. Ha esetleg úgy ítélnétek meg, hogy túl sok sót rakok rá, akkor ne ijedjetek meg, itt a só fel annyit ér, mint otthon. Tehát mindenből többet kell. És egy nagyon kicsit meg is borsozzuk. Csak most ez nem az előző fekete bors lesz, hanem egy kicsit használok ebből is, mert szinte soha nem használok, ez a mix, tehát ebben van ilyen piros. Kicsit dinszteljük még a hagymát, kicsit pároljuk még, puhítjuk még a paradicsomot, és miután hamarosan, nem tudom kinyitni tőletek most ezt az ajtót, várjátok, pont ki tudom nyitni, jöhet a paprika, egy kis hazai. Illetve van nekem itt már nagyon régóta, hol van, itt egy zacskó paprika, amit így vergődik már egy ideje, még valaki hozta nekem. Csak nem tudom, hogy hol van. Hoppá! Megtaláltam a nokedli szaggatót. Ó, miért van rajta torta? Van rajta egy kis torta díszítő nyomja. Anyu, megtaláltam a... Ez ilyen tortaforma, nem? Ez mit keres a nokedli szaggatón? Ó, találtam bort. Meg találtam még gint. Bírom az ilyen díszdobozokat egyébként. Látjátok, ehhez is adtak egy poharat. Ez Seagram's Extra Dry Gin. És amerikai, még csak nem is. Nem is a gin hazájából jön. Gin az angol, nem? Remélem nem mondtam túl nagy hülyeséget. Hát én nem tudom, hol van. Volt egy ilyen díszdobozos piros paprika, de fogalmam sincs, hogy hol van. Azt akartam beletenni. Vagy itt van? Rengeteg fűszerem van, nézzétek meg. És fogalmam sincs, hogy... Tehát ez a fűszerkészletem. És valahol kéne lennie. És nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy nem látom sehol.
Valahol kéne lennie egy díszdobozos. Valahol kéne lennie egy díszdobozos paprikának. Egy zacskó paprikának valahol. Ez úgy, hogy az ember akar valamit használni, akkor sosincs meg, amikor kell, és aztán, amikor megtalálja, akkor meg pont nem akarja használni. Fene jegye meg. Hol lehet a paprika? Nézzétek meg, itt se látom sehol. Ellenben van egy rakás, tehát ezt ilyen abszolút stratégiai vészhelyzeti tartaléknak tárolom. Látjátok, van egyszer a McDonald's-ba megyek, és adnak egy ketchupot, én ezt nem szoktam megenni, hanem ide behajítom, tehát már ennyi ketchup tárolás van. De nincs csak, nem, paprika az nincs ott sem. És akkor el kéne dönteni, hogy azt hiszem, hogy ezt fogom használni. Ilyen kis kagylótészta lesz hozzá. Remélem, hogy hát igen, úgy látom, hogy nincs kibontva. Hűha! Elkezdett, hát nem találom, esküszöm. Nem tudom, nincs paprika. Nincs. Most ez amúgy eléggé szokott így nem tudom, hogy titeket, hogy nem, hogy hol a paprika. Mindegy, akkor ez lesz helyette. És közben elkezdem csinálni a tésztát is. A tésztát ezen a másikon teszem fel. Így. És ebbe, kérlek szépen, figyeljétek meg, ebbe teszünk bőven sót és olívaolajat. Na, hát úgy nézem, hogy ez már eléggé megdínszterődött. Hú, egy kicsit le is égett a hagyma alul. Ez már nagyon megbarnult. Most már kidobhatom? Egész jó. Megmutatom nektek. Hoppá. Látjátok, ez már egész olyan jó kis lecsósszerű. És most jöhet rá a paprika. Félrehúzzuk, hogy ne égjen meg. És hát ugye a paprikát azt úgy bőven. Mondjuk két ilyen kis kanállal. Az is lehet, hogy még, mert én szeretem, hogyha jó paprikás. Ez egy nagyon jó kis... Nem tudom, azt hiszem, hogy libamáj volt eredetileg benne, és megtartottam ezt a kis üveget. Na mindjárt nézzük a kommenteket, és akkor beszélgethetünk tovább, de most komolyan, ha most ebbe a pillanatban megtalálnám a paprikát, a földhöz vágnám. Egész jól néz ki. Még a végén az is lehet, hogy lesz mit ennem.
Látjátok? És akkor most jön az, hogy teszünk alá egy-két deci vizet. Csak egy kicsit akarom, hogy ez így összerottyanjon. Csirke és víz, sós, öntsd fel. Zsuzsa Králnica, piros paprikát nem szabad átlátszó üvegben tárolni, mert elveszti a színét. Nem baj. Olyan sokáig nincs meg, hogy elveszíthesse a színét, meg látod, hogy füstszűrős üveg mögött van. Szóval nem tud besütni a nap. A börtön ablakába soha nem süt be a nap. Annyit még nem ittam. Az évek tovaszállnak, mint egy múló pillanat. Ragyogón süt a nap, és szikrázik a fény. Nem tudom tovább. És most belekerült a víz. Csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én. Pabam, pam, pam, param, parara, pam, param, parararam. Kéne valami háttérzene, de ugye ezt letiltaná ez a nyomorult Facebook, mert azt mondaná, hogy copyrightos. Viszont ha én énekelek, az nem copyrightos. Ellenben lehet, hogy sok nézőt veszítek közben. Jöhetne valami kis... Mi van ma, hétfő? Hogy lehet, hogy ilyen bulis hangulatom van, hogy valamit csinálni kéne, valamit, valahova ki kéne mozdulni. Éjszakai motorozás! Kamerával a fejemen éjszakai motorozás, és akkor... Ezek bogarak voltak. Jó, és szerintem jöhet bele a csirke, igaz? Rakjad hozzá a húsit. Só vízbe, csak amikor már for. Megszokott helyre rakom a fűszereket. Só nélkül hamarabb felfor a víz. Tudom, ezt már annyiszor mondták nekem, de én akkor is beleteszem. Csak azért is. És a vizet a gyönyörű diszárronnyós pohár. Innom kéne egy kis diszárronnyót. Na nézzük. És közben, mint az őrült, ki letépte láncát, szágoldott a Tisza a Rónán át. Ugye az éneket tudom ám kívülről, tudjátok, az ilyen petőfis dolgokat. Mit nekem, te Kárpátoknak, fenyvesekkel, vadregényes Bérce? Tisztellek ám, de nem szeretlek. Testem, lelkem, hegyvidéked nem járja. A széles rónaság az én hazám. De ezután már csak az ej mi a kő, tyúkanyókend jön. Na,
Forra víz. Azt nézem, hogy erre nincs fedőm. Ez kicsi. Na jó, nem baj. Akkor fedő nélkül fő a tészta. Mondjuk azt is egy kicsit visszaveszem, mert úgy látom, hogy 9-esen megy, igaz? A csirkét viszont egy kicsit felvehetjük, hogy kicsit úgy felforjon. És akkor addig, amíg ezek a dolgok így főnek, addig elolvashatom a kommenteket. Csak kéne hozzá valami... Ja, várjatok, elő kell készíteni a habarást, a tejfölt, meg a lisztet, igaz? Egy kis habarás kéne hozzá, csak azt nézem, hogy... Ja, képzeljétek el, hogy annyira gyengültem, hogy mit vettem még? Ez a cápának a zenéje volt amúgy, a filmzenéje. Werther's originál. Werther's originál. Igen, azt hiszem Werther's originált is reklámozhatnék. Werther's originál. Nem hízlal, nem igaz, de finom. Szóval nem érdekes se a magas cukorszint, se a koleszterin, vagy akármi. Bár, ja nem, várjátok, a cukorszintem az nem volt magas, csak a koleszterin. Kövér vagyok, az volt a baj. Na és, amit emlékeztek, hogy nyáron vettünk anyuval, ugye ezt a mandala mintás nyavaját, amit én ide szántam, ugye arról kell fel a nap, tehát ott mindig besüt a nap, ezt én felraktam ma. Úgyhogy most hivatalosan is megindult a nyári árnyékolós szezon. Várjunk csak. Mert itt is van egy csomó hülyeség egyébként, amiket itt össze-vissza tartok, de itt sincs a paprika. Szóval a mandala szőnyeg, vagy hüggöny, vagy nem tudom én micsoda, az felkerült, és akkor most így szépen blokkolja. Szerintem jó mutat így a hajók mellett, nem? Valaki azt írja, hogy nem kell liszt, csak tejföl. Majd én eldöntöm! Élgomborgom! Mit, valamit... Tehát nem lehet kivírni ezt a stresszt, amit itt csináltok ézé nélkül. Az a karamellás cukorka, én is szeretem. Hát a Werther'snek mi köze van a karamellához, ne? Vagy várjátok, karamellás? Anyu azt írja, hogy a fűszeres fölött látta a polcon. A paprikát? Ne szívass már, hát hogy lenne itt? Ha izé van... Ó, basszus! Nyucó! Igen! Most már késő. Hát most már, ugye, ilyenkor megtalálni? Hát hogy lehet ilyenkor szólni? Miért nem fél órával ezelőtt írtad be? Kalocsai édesnemes. Most már valami olyan helyre teszem, ahol lássam, és beteszem ide így. Ide a fűszerek közé tényleg. Meg lett a paprika. Karamellás, igen. Csak a szívem szomorú? Miért szomorú a szívetek? Szerintem inkább balettozzál. Pam 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 pam. Ez meg a hattyúk Tamának a zenéje volt. Ismeritek? Az a kedvenc részem. A hattyúk tánca. Bár a hattyúk azok úgy jönnek be, hogy így többen vannak, így egymásba karolnak, és így pam 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 pam. Csak így magasra rendítik a lábukat, amit én nem tudok. Ki szereti még a hattyúk Tamát?
Fú, de elfáradtam, atyaisten. Fú, de melegem van. Fú. Hagyjuk, tovább táncoltatnak velem. Énekeltetnek. Itatnak. Főzetnek. Hogy lehet így műsort csinálni? Egy óráig tart a műsor, és még nem ettem. Most már tartsatok ki tényleg. Ha lehetok valami számlálót el kéne indítanom, mondjuk, mit tudom én, beállítom mennyire, 20 percre, még 20 percig dumálok, és aztán esszük a csirkét. 20 perc elég neki, hogy megpuhuljon, nem? Na, én addig nézek valami piát. Legyen a limoncello? Most úgy nézek, mint Sheldon. Az agymenőkből. Bazinga! Jó, hogy ez voltam. Már eltök, mert szereznem kell egy kupicát. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy az ember limoncellót akármilyen pohárból iszik, hanem ahhoz olyan kis kupica kell, amiben még jeget is kell tenni, és arra ráönteni. Azt mondja, hogy kupica. Megvan a kupica. Teszünk bele egy darab jeget, és ráöntjük a limoncellót. Az okoz nehézséget egyébként, hogy lehet csak egy darab jeget. Sehogy. Négyet kaptam, atyaisten. Hűha. Elkezdett felforni. Fennforgás van. Kicsit lejjebb esszük. Jó. Na kérem. Akkor... Mindegy, az megiszom 4 jéggel. Csak ez egy kicsit sok lesz. Amúgy ez nagyon erős, ez 30%-os, tehát ez labdába se rúghat a szájder mellett, de nézzétek, ez olyan szép, amikor így szépen így ráemlik a kis sárga limoncello. Most hagyjuk, hogy egy kicsit olvadjon. Különben nem vagyok alkoholista. Jó? Tehát nem kell. Tehát nekem ne. Én is ebből élek. Ez miből van? Nekem ne. Én is ebből élek. Aztán ez a zongora mennyit ér? Hát annak, aki ebből él, mindent. Ez miből van? Ez mindegyből van. Nagyon segítek az üvegtigris, amikor le akarja súzni ezt a vacak kocsit, és akkor azt mondja, na akkor még ezt a villanyorgonát is adom. És ez mennyit ér? Hát annak, aki ebből él, annak mindent. És akkor mondja, hogy na, van ilyen extra benne, meg minden. Nekem ne. Én is ebből élek. Szóval nekem nem kell a duma, hogy én alkoholista vagyok. Mert én is ebből élek. Az alkoholizmus. Na, nézzük a kommenteket. Na körülbelül én is így tudom már a verseket. Mária Volák. Na mondja egy verset. Milyen verset? De olyat nem ér, hogy Edvárd király, angol király léptet fakulován. Körötte csend, amerre ment. És néma tart. Használd-e a megöntözés, a pártos honfivér! Na most nagyobb edénybe kellett volna tenni. Micsoda? Valaki ezt írja, nagyobb edénybe kellett volna tenni. Mozgassam meg, várjátok, így annyit tudok csinálni. Annyit tudok csinálni, hogy egy kicsit így. Ez meleg! Ezt nem lehet megmozgatni így. Kis vizet még teszek rá, hogy majd úgyis elfővi.
Vedd le a húsiról a fedőt. Nem veszem. Töröld le a port. Nem törlöm! Számomra érthetetlen, hogy miért vagy szingli. Nézzél még egy pár műsort, aztán megérted. Kell liszt. Meg kellene mosni a húsokat, mert a feldolgozóból egyből a nejlomba teszik. Millióan összefogdossák. Két dolog. Egy. 100 fokon fővöd, tehát abszolút sterilizálódik, jó? Tehát ezzel most ne idegesítsél fel. Kettő. Megmostam. Megkérdezted? Nem láttad az elején, hogy a víz beáll? Szalud. Azt a kurva, de jó. Ez lassan jó lenne a tészta is. Még egy kicsit. Júj! Akkor egy kis vizet még teszünk hozzá, mert ez olyan sós, mint az állat. A félhatású sónak nagyon megszaladt. Salut, prosit. Ilona, menj, hát imádom, hogy ilyen jókedvű vagy. És kéne, mint a Dancing with the Stars. Tánc a sztárokkal, ugye? És akkor én is így előadnék valami. Csak nem szól a zene. Valamit dúdoljatok. A tészta főző vízbe egy kanál olajat szoktam tenni, akkor nem ragad le. Én nem tudom, nem nézik az emberek a műsort? Tettem bele olajat. És fel fogom idegesíteni magam. Az már sós marad, már mint a tészta. Baffanculo! Ha idegenül káromkodok, ha idegen káromkodok, akkor nem értik. Beállt a boros, tegyél bele egy lapos kis kanál cukrot a tésztába. Atyaisten, mik vannak? Zsuzsa Kálic, főzés közben nem jó inni, mert akkor nem érzed az ízeket. Kijött? Lemostam a nyelvem. Jaj, akkor szappanos lesz a tészta. A szűrésnél lement volna a só. Mi az, hogy szappanos lesz a tészta? Szerintem is jó. Valaki ezt írta, hogy kurva jó a limoncello. Hát itt csak én beszéltek, ti nem. Mit képzeltek? Letiltam, aki csúnyán beszél. Megmostad, de a koszos dobozba tetted vissza. Nem. Nem tettem vissza a koszos dobozba. Nézzétek, ha ilyen sok hajam lenne, akkor így hátra így hordanám, mint az olaszok, így lenyalva, ilyen. Nem, mint a latin-amerikaiak. Tudjátok, ők ilyen hajhálót hordanak, és ilyen zsíros is így. És ilyen puertorikói akcentussal beszélnék, hogy ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Most mi baj lett a tésztának? Ja, hogy adtam hozzá egy kis idegvizet, azt mondtam, hogy miért nem forr ez? Feljebb vesszük, persze, mert a hidegvíz lehűtötte. Na, valaki írjon be valami vicceset. Kutyát lehet hozni repülőn? Nem lehet. Legalábbis nem Wizz meg Ryanair gépeken, azt csak a csomagtérbe lehet utaztatni. A Wizz meg a Ryanair gépeken nem lehet. Ha azt hiszed, hogy igen, akkor még nem próbáltad. Mária Volák, minek kellett neked így főzni? Sok a kukta.
kilónag áll, az enyém derékig ér már, mint a hajam. Nekem is olyan feleség kell, akinek derékig ér a haja. Látjátok, mennyi kritéria van? Így lassan a műsorról műsorra összeszedjük, hogy milyen is lenne az igazi. Csak nem mindig a külsőségekről kéne beszélni, hanem arról is, hogy belül milyen legyen. Ugye sokan szokták azt mondani, hogy elmondják, hogy mit szeretnének, hogy milyen legyen, olyan legyen, amolyan. Ugye még azt a nagyon fontos tényt is hozzá kell tenni, hogy engem akarjon. Tösz kevés, mert csak én akarom. Ugye ez utóbbiból van inkább a hiány. Ez az első műsor, amin végig várjátok, hogy kész legyen a kaja, és eszek belőle. Esküszöm. Hogy kell megnézni, hogy a hús amúgy... Ja, csinálom, ezért várjatok már a habarást. Imádom ezt a kis műanyag vackokat, amiket vettem, és különböző méret. Képzeljétek el, megvettem a legkisebb méretet is. Múltkor elmentem a boltba, és megvettem a legkisebb, mert annyira cuki, nem tudom, mire fogom használni. Maximum két darab olívabogyó fér bele, de vettem belőle négyet, mert annyira jól néz ki. Meg megvettem a legnagyobbot, ami ekkora. Most cseresznye van benne az a két kiló, amit vettem. Liszt. Ajjaj, Nyucu, elhasználtad a lisztet. Hát akkor ezt mindent beletesszük. Hát ez nudli. Még kéne liszt. Nem is persze lisztet nem vettünk. De van még liszt. Nagy szerencse, hogy van még liszt. Most beleöntöm. Most lisztát töltés következik. De nem fog beleférni a nyomorult. Ezt utálom, amikor egy nagyon kicsi még kimarad az alján, és akkor még az acskót még mindig meg kell tartanom. Ájj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 
csipeszt. Szerintem a tészta lassan jó lesz, nem? Tészta az kész, és akkor hozom a tejfölt. Aha, beakadtam a... Ugye azt kérdeztem, hogy miben fogok beakadni? Hát csak beakadtam a kábellel. Akkor jön a tejföl és a mustár a havaráshoz. Előbb a tejfölt teszem bele, és aztán a mustárt. Gyöngyi barabásnyi a tészta, már rég szétfőtt, nem főtt szét, hidd el. Én szeretem ilyen puhán. Hát az olyan jó ez a műsor, hát én úgy élvezem ezt a műsort! Na jó, csak szimuláltam. Ennyi kicsi limoncello még nem üt ki. Hát egy színésznek kellett volna mennem, nem? Úristen, most rosszul téptem fel ezt a nyomorult tejfölt, nem tudom visszazárni. Ez azt jelenti, hogy ez... És most tejfölös is lett a kezem. Na nézzük.
És akkor... És akkor a habarás elkészítéséhez... Nagyon sok lisztet tettem. De nem baj, akkor megcsináljuk egy kis vízzel, és akkor legalább az is hozzákerül majd ehhez az egészhez. Mégis inkább ezzel csinálom, mert ez jobban csomómentesíti. Jó. És akkor most egy kicsit megkevergetjük. Óvatosan, hogy nagyon ne törjön a hús. Tartunk egy kis szószkóstolót. Kell bele a só és a bors. Így a só benne van, és akkor jöhet egy kis, persze most fekete borsot teszünk bele. Én szeretem, hogyha jó borsos. Na és akkor most egy kicsit összekeverjük így óvatosan, hogy ne törjön a hús. Jaj,
Már ki is futott. Érdekes, hiába kevertem el. Lejárt a 20 perc, hiába kevertem el rendesen. Egy kicsit mégis csomós lett. Elrontottam. Most lehet kidobni. Lejárt a 20 perc. Na, akkor lehet enni? Ez rántott leves lesz hússal, nincs benne fűszer. Dehogy nem. Zsuzsa csévét le fogom tiltani, mert egyfolytában olyan dolgokat mond, amiket nem is látott az elején. Akkor egy ember mínusz. Mondjátok, ki írta be azt, hogy ilyen pusztulok, komolyan kimegyem. Kóstold meg a húst, mielőtt lezárod. A tésztát még el kell, hogy forjon a víz. Ja, a tésztát viszont el kell szűrnem. Hoppá. Hoppá, 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 jó, hogy mondtátok. És hát nem mondtátok, de akkor most itt ebben a halom nyavajába. Aha. Csak ez nem fog menni, mert ez annyira forró lett közben a fedő, hogy ezt így ezzel kell ráfognom. És mivel ez nagyon meleg, hideget engedünk rá. Ez jó lett. Egy kicsit vízzel átmosva így szerintem nem lesz rossz. És akkor most én úgy szoktam, hogy teszek rá egy kis zsírt, de nagyon keveset, csak azért, hogy ez így lepergeti róla a vizet. Hol a fakanál? Tehát egy ilyen, ennyi kis, mert ez is sok. Kis magyarónyi zsírt. Ezt így elkeverjük. Ja, lehet, hogy jobban látszik. Nagyon jó. A tészta az remek lett. Na, mit gondoltok, mennyi főzés kell még a húsnak, hogy jó legyen? Hát egy kicsit följebb eszem, igen, hogy felforjon. És akkor már csak a tejföld kell kikevernem. És lassan meg is vagyunk. Hűha, ennek olyan leégett szaga van, de vajon miért? Nem szeretem ezt a fazekat, ezt ki fogom dobni, mert ebben minden leég. Legalábbis az alja olyan. Ja? Nem látjátok, de... Most kéne megkóstolnom a izét, ugye? Mertök, még egy kóstolást csinálunk a szósszal kapcsolatban, és aztán meg kéne kóstolnom a
húst, valaki azt mondta. Szerintem percek kérdése is kész vagyunk és ehetünk. Már csak azt nézem, hogy mennyire sós. Még egy kicsi sót teszünk bele. Szóval hogy kell megkóstolni most a csirket? Vegyek egy csirkecombat és vágjam fel? Vagy mit javasoltok? Folytatom addig a tejföllel. Na, a tejfő jó lesz. Lássuk. Mellettük ezt kiírta. Sárai Zsuzsa, éhen pusztulok, komolyan mondom. Kimegyek, eszek egy jó zsíros deszkát, lilahagymával, mire elkészül a remekül. Mi az a zsíros deszka? Ennyi idő alatt egy ökröt is megsütöttem volna. Na jó, nem. Leketyeg a netem is, bakker. A tésztán még el kell, hogy folyjon a víz, ez hülyeség, a tészta az már kész. Ez már a borsos tokányhoz hajaz, nem. Ti nem tudtok paprikás csirkét csinálni, komolyan mondom nektek. És ezek a hülye nyomorult kommentek még mindig visszaugranak, nem tudok följebb lapozni, állandóan visszaugrik. Fulladjál meg Facebook, ahol vagy. Valika Izsákova, én nem szoktam habarni, csak a hagyma szaftja van, tejfölös csibét, igen, de az már más fűszeres, de mindig tanulok. Hát igen, ezt így kell csinálni. Nem lehet sűrű kicsi a lábos, én mondtam. Én mindig így járok. Én mindig azt hiszem, hogy túl nagy lesz. De amúgy nem kicsi, hát most tessék, nézzétek meg. Tessék. Tökéletesen ellepi. Szépen bugyog. És egész jó a... Látjátok, egész jók a kis combok. Aj! Na most moshatom fel megint az egész ízét, mert összekentem azzal, hogy leejtettem. Szóval akkor ki kéne vennem egy darabot, és azt mondjátok, hogy vagy egy kis villával. Petrekovics Zsolt, ebben habarás van, nem rántás, dikk. Ez mit jelent? Ez kurva jó hangzik, ezt én is használni fogom. Azért se! Ez az én védjegyem, az azért se. Sose tegyél bele lisztet, csak tejfelt. Tejföldre gondoltál? Szétfőtt a tészta. Nem főtt szét. A tésztát le kell szűrni, már le van szűrve, mondtuk százszor. Én végignéztem, nem tettél bele fűszert. A borsó az nem fűszer. Hát akkor mi az Isten a fűszer, hanem a bors meg a só? Akkor ez mi? Ez az, végre leszűrte. Atya Isten, úgy látszik, le vagyok maradva az izékkel. Mi maradt a tésztából? Szeretem ezt az ételt, nagyon éhes lettem. Tészta 8-10 perc, nyugodtan títs le, ha az igazságot nem tűröd. Nem. Az igazságnak sok oldala van. Neked májkológiára kéne jelentkezned, hogy megtanítsam neked, hogy az igazságnak many aspects, rengeteg aspektusom van, rengeteg oldala van. Ez csak a te igazságod. Az én igazságom az, hogy azt teszek bele, amit akarok. Addig főzöm, amit akarom, és teszek bele lisztet, ha akarok. Ti mindig összekeveritek a főzős műsort azzal, hogy én figyelek arra, hogy ki mit mond. Na jó, néha. Tehát azért az elején mivel volt a... Na, most majdnem azt mondtam, hogy az elején a fokhagyma jó ötlet volt, aztán látjátok, anyu azt mondta, hogy nem is jó ötlet. Ilona Gál. Szerintem rutinból csinálja, nem először, csak hát kell a fesztivál. Ez olyan, mint az AC/DC.
mi volt az a Big Gun! Big Gun! És akkor van ez a, tudjátok, ez a gitáros, aki így csinál. És így ugrál a izén. Azt nagyon szeretem. AC/DC utánzást kéne csinálni. Az lenne a show műsor, nem az, hogy paprikás csirkét csinálok. Na, jöhet a villa. És a kis. És megnézzünk egy darabkát. A legjobb kést találtam meg egyébként, pont azt, amelyik nem vág. Nagyon rágós, nem jó. Ezt még főzni kell. 2-3 óráig. Ugye majd csak a végeredményről láttok megint fotót, mert kénytelen vagyok abba hagyni a közvetítést, mert még nem elég puha a húsi. De nézzünk néhány végső kommentet, és akkor majd fel fogok tenni. Most például van 23.05. Másfél órája főzök, és még mindig nincs kész a csirke. Na hát akkor ez egy ilyen éjfélig ajánlás lesz. És majd a petrezselymes díszítésen meglátjátok, hogy milyen jól fog kinézni. Bettina Dudás, és most tálalhatnád, nekem így is megenném. Nem jó. Megkóstoltam, nem jó. Gyöngyi Barabásnyi, a habárás az tejfölés liszt. Igen, hát nyugodtan összevezhettek ezen, de tejföl meg liszt kell vele. Meg egy kicsit, csak az a baj, hogy elrontottam, mert ugye kicsit túl sok lisztet tettem bele, és több saját szaft kellett volna, hogy ne csomósodjon be, de élőben az ember így. Zoltán Imre, oda fog égni a sűrű habárás a hús alatt. Hamar le fog ragadni. Hát akkor mit csináljuk, hogy ne ragadjon le? Még egy kis zsírt tegyek alá? Éva Kajtos, ügyes vagy, de azért egy feleség jól jönne. Küldesz? Már egész Tintorettó lettem. A limoncellótól Tintorettó lettem. A liszt miatt ég. Igen, hát lehet. Király Kocsi Lilla, lemegyek a konyhába inkább, van a hűtőben csirke pörkölt nakedlivel, éhes vagyok. Én is azt csinálom, csak nem nakedlivel. Lami Ágnes, a tészta egyben maradt, tudja mit csinál. Hát igen, nem először csinálok már tésztát, tudjátok, tehát azért eléggé gyakorlatom van a tésztafőzésben. Én ilyen tésztafőző professzionál vagyok. Sajnos kicsi a lábas, így nehezen tudod jól összekeverni, írja Tótné Borsodi Katalin. Nem, pont jó a leves. Pont jó a lábas. Levest is csináltam egyébként, ezt most le fogom fagyasztani, zöldséglevest csináltam. Kavargatni kell, és nem ég oda. Szúri bele villát. Nem jó, nem jó. Szabolcs Kötvési, ha leesik a csontról a hús, biztos jó. Erre várok, csak még nem volt olyan. Már az is gyanús volt, hogy vágni nem tudtam rendesen, tehát amúgy villával le kellett volna tudnom szedni, hogy te is mondod, de nem volt jó. Andrea Lencsi és Szendrein, én nagyon éhes lettem, de neked nagyon jó étvágyat kívánom. Most azon gondolkoztam, hogy amikor a McDonald's-os videót csináltam, ha emlékeztek, akkor is mindenki azt írt, hogy én menten lemegyek a McDonald's-on, írtátok ti, hogy én mentelen megyek a McDonald's-ba, én is eszek valamit, annyira jó ízűn eszek. Hát úgy tűnik, hogy akkor lehet, hogy olyan szponzort kéne találnom, aki valami éttermet. És akkor azt mondanám, hogy na én most ezt meg ezt főzök, de ha igazán jót akartok enni, akkor menjetek ebbe meg ebbe az étterembe, mert ott meg is tudják csinálni velem ellentétben.
Ági sebők halójas vízben főztet, nem kell lemosni. Azért mostam le, mert egy kicsit sós lett. Amúgy nem szoktam lemosni. Bartus bejárta Krisztina Szabó. Igen, ez akkor egy válasz valakinek, de a combot csak nagyobb lábasban tudna rendesen kavargatni. Nem, hidd el, így is tudtam rendesen kavargatni. Kevés a két kanál tejföl. Nyomd meg a húst, ha elválik a csontról, akkor kész. Igen, ez már ha... A zsíros deszka az zsíros kenyér. Na hát ilyet még soha nem hallottam, hogy zsíros deszka. Mondjuk lilahagyma az jó lenne. Itt is lehet lilahagymát kapni, csak rendes zsírt nem. Mik vannak ilyen jó tanácsok, ha kiszeded a... Anna Mária mezei, ha kiszeded a húsokat, könnyebb behabarni. Ha nyersz a lotton, könnyebb költekezni. Ilyeneket én is tudok mondani. Utólag. Erős Pista. Ó, várjatok csak. Nekem van egyébként ilyen tubusos izém. Azt tegyek bele? A paprikás csirkébe lehet, hogy kéne tenni egy ilyen kis piros aranyat. Tényleg, teszek a paprikás csirkébe egy kis piros aranyat. Az jó. Az dob az ízén, nem? A habarást akkor kell beletenni, mikor már megfőtt. Ajjajjaj. Akkor már erről is lemaradtam. Egy kis delikát is jó lenne bele. Nem, delikátot nem. Delikátot azt csak zöldséglevesbe szoktam tenni. Valika Izsákova, holnap nálunk ez lesz. Nokedli, új uborkasaláta küldje képet. Igen, én már gondolkoztam rajta, anyu azt mondta, hogy vegyek salátát, és akkor csinálunk salátát is hozzá, de lehet, hogy csak simán uborkát fogok enni hozzá. Tudni, Borsodi Katalin, én eszek egy jó kis májkrémes kenyeret, így 23 óra magasságában. Hát akkor 10 perc éjt lesz, mert most 23 óra 10 van. Na jó van. Vigyázz a piros aranyjal, mert sós lesz. Vigyázz a sós. Igen, egy kicsit. Ez egy kis szint ad neki, nem? Tehetek bele. Igen, a piros arany, Bettina Dudás, a piros aranytól pikáns, finom, ízletes lesz, ugye? Úgy szeretem a pikáns dolgokat. Irén Vermut Weiss. Vermut is megvej. A tejfölös lisztes habarás akkor kerül a húshoz, amikor már puha. Hát igen. Akkor borítsam ki és kezdjem előre az egészet. Kiborítom, kezdem előről. Sziasztok! Az éjjel-nappalos bolt még éjfélig nyitva, hozok új csirkét. Sziasztok!